Az amerikai The Drive portál a de Warzone nevű hadiblogjának adott interjút Kirill Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője. Többek között azt is elmondta, hogy értesüléseik szerint az oroszok valóban likvidálni akarják a Wagner csoport vezetőjét. Budanov azt mondta, már jó ideje tudtak arról, hogy Prigozsinnak szándékában áll valami ahhoz hasonlót csinálni, mint amit végül tett. Később egy másik kérdésre azt mondta, nem tartja valószínűnek, hogy a Wagner csoport és Prigozsin problémát okozhatna Ukrajnának azután, hogy Belarusba mennek, mivel elmondása szerint a Wagner csak ideiglenesen települt át Belarusba, a végcéjuk Afrika lesz, amelynek több országában már most is jelen vannak. Ezután beszélt arról, hogy Prigozsin likvidálására parancsot kapott az orosz titkos szolgálat, de szerinte nem valószínű, hogy egyhamar a Wagner vezér életére törnek, mert egy ilyen akció előkészítése hosszú időbe telhet.